Üdvözlök mindenkit! Nekrokrim vagyok! Jönnek is World War 3, és az előző videónál valaki írta, illetve nagyon jól írta és kiemelte, hogy miért nem beszélek többet a fegyverekről, járművekről, általánosságban véve a játék technikai adatairól, és értem, amint több időm lesz egy kicsit játszani, vele fogok is beszélni róla, mert többnyire csak élményekről beszéltem, és Amazon élmények nagyon uh, pozitívak voltak, de tényleg itt az idője egy kicsit technikai oldalra térjünk rá, talán egyeseknek hogy az uh, jobb megvilágítást tud uh, adni abból a szempontból, hogy megvegyék a játékot, vagy sem. Ez több mint 100.000 példány kelt el a játékból, szóval kurva sok pénzt kerestek vele és tényleg én azt mondom, hogy várj addig, amíg megnézzük, hogy mennyire fogják updatelni ezt a játékot és mennyire akarják maguk a készítők is, hogy ez működjön, na de. Uh, térjünk rá, technikai uh, adatokra. Ugye a játékban van egy úgynevezett súlyrendszer és ez a súlyrendszer az, ami meghatároz mindent, nincsenek hagyományos értelemben vett uh, kasztok. Szóval azokat úgy el lehet felejteni. Tehát úgy, mint a battlefield is van Medic, van uh, Heavy, vagyis uh, Ammos, Stun, mitől van, Engineer, itt ilyen nincsen. Itt az egészet a súlyhőtáraza meg. Mindenki hordhat bármilyen fegyvert, mindenféle fegyvert összerakhatsz magadnak, viszont a fegyverekre rakott kiegészítők, illetve a páncélzat, amit viselsz, hogy a golyóálló mellényeknek a minősége, ami e, egy súlyjal bír, és ez a súly határozza meg azt, hogy a játékon belül milyen teljesítményt érsz el a fegyvereiddel, illetve a mozgásoddal. Egy elég érdekes koncepciónak hangzik, sőt, e, pff, elég. Tényleg érdekes, és jó, hogy nincsenek hagyományos értelemben vett külön kasztok a játékban, és mindenképpen. Egy érdekes fordulat, úgyhogy nagyon-nagyon durván elkezdtem ezt letesztelni, hogy hogy működik, és milyen tapasztalatokat uh, tudtam szerezni. Uh, alacsony súlytól egészen nagyon ilyen uh, heavy súlyig uh, vittem a dolgokat, egy jó pár fegyvert leteszteltem különböző kombinációban. A videóban nem láthatjátok mindet, uh, de hát higgyétek el nekem, című történet. Az igazság az, hogy nem, nem írtam a készítőknek, hogy küldjenek nekem egy ilyen uh, súlyvés fegyver, uh, hogy is mondjam pontosabb és precízebb uh, konklúziót, vagyis egy ilyen leírást, hogy, hogy tudjam konkrétan, hogy hogy működnek a dolgok. Ráhagyatkoztam a tapasztalatomra a súterek terén, illetve uh, amit tapasztaltam eleve a játékban. De egy nagyon fontos konklúzióra jutottam. Ezzel az egésszel, amit most rögtön megosztok veletek, akármit csináltok ebbe a játékba, ne szaladjatok. Ne fuss. Komolyan mondom, hogy ha akció közelbe kerülsz, ne, ne szaladj. Mindegy, hogy mekkora súlyjal voltam, és hogyan osztottam vagy szoroztam. A lényeg az volt, hogy nagyon szar volt a játék akkor, hogyha szaladni kellett és egyes helyeken kell szaladni, persze, mert a pályaszerkezet úgy van megcsinálva, de beszélünk ebben a videóban a pályaszerkezetekről is. Egyelőre térünk rá a súlyrendszerre. Szóval, milyen próbáknak vetettem alá magam? Fogtam Heavy gun és a legnehezebb páncélzatot, vagyis golyóálló mennyit, amiben már ilyen acél van, és összeraktam, értelemszerűen rámentem a legnehezebb súlyra. Na most, amit tapasztaltam a játék közben, hogy a fegyverek. Tehát először is kezdjük, kezdjük előről. Szóval lementem a legnehezebb súlyra, egy heavy gunnerra, tehát egy nagy papával rámentem, és nehéz páncélzattal. Utána könnyű páncélzattal, és ugyanúgy nagy papával, utána nehéz páncélzattal, és egy sima assault rifle utána nehéz páncélzattal, és egy sima submachine gun utána könnyű páncélzattal, és assault rifle majd könnyű páncélzattal, és submachine gun majd nehéz páncélzattal, és submachine gun -nal. azt lehet mondtam. Tehát mindenféle kombinációt összeraktam, és a lényeg az, hogy ne fuss. Ezt most mondom nektek. Na de, mennyire befolyásolta az érzetemet a lövéssel kapcsolatban? Mert az első, amit észrevettem, az a lövés. Eleve persze, hogy lassabban mozgott a katona, hogyha nagyobb súly volt rajta, de a lövés befolyásolása, azt vettem észre, hogy irányítani a lövéseket, hogyha... Ö Light machine gunnal voltam, és a nagypapával, tudjátok a ratatatával, egy pesengel például, mindegyiket kipróbáltam mondjuk. MG5 volt ott, egy peseng volt ott, és még valami polák fegyver, nem emlékszem a nevére. De mindegy, mindegyiket kipróbáltam, és azt vettem észre, hogy ha nagy súly van, és egy light machine gunnal lősz, tehát a golyószórókkal lősz, akkor nagyon-nagyon nehéz volt kontrollálni a lövést, tényleg nehéz volt kontrollálni, azt el is felejthettem, hogy távolra bárkit is el fogok találni, akár mennyire próbáltam pötyögtetni, egyszerűen rohadt nehéz volt bárkit is eltalálni, és a sebzés, ejtés, távolra nagyon gyenge volt. Közelre uh, ledaráltál bárkit. Viszont cserébe azt vettem észre, hogy igen, felfogsz egy-két golyót, de az, hogy a legjobb minőségű és egyben legnehezebb páncélzatot rakod magadra nem úgy tűnt, mint hogyha akkora nagy protekció lenne. Tehát headshotba így is belehaltam a sniper és hogyha um, szemtől szembeni kombatban voltam, nagyon függött attól, hogy milyen fegyverrel van az enemy. Sokszor úgy éreztem, mintha nem is lenne rajtam valami igazán durván jó minőségű uh, golyófogó, konkrétan uh, golyó mellény. Jól mondtam? Golyó mellény. Na mindegy. Szóval eléggé nem volt, nem feltétlenül a legjobb kombináció a legnagyobb súlyt vinni, mert úgy éreztem, hogy akkor protekciót ad, de akkor a különbségi protekciót nem ad a kisebb súlyú és kevesebb védelmet nyújtó golyóálló mellény, mellénnyel mellényel szembe. Szóval itt egy, itt egy ilyen első pont, tehát én egy kicsit több védelmet adnék magamnak. A, az, hogy a fegyverekkel nehéz lőni, á, azt úgy meg tudom emészteni, de tényleg távolra nagyon nehéz volt lőni. És ugye nagy súlyod van, lassan mozogsz, szóval annyira részt sem tudsz venni a gyors kerülő utakra és az elemi uh, szembe uh, hátulról kerülésébe, és csak szemből tudsz menni, és a legrövidebb úton mindig, ahogyha az akcióban részt akarsz venni, hogyha távolra kell valakire lőni, szinte esélytelen vagy. Nos, akkor a, a következő kísérletben ugyanúgy fogtam a Light en tehát a nagypapa, golyószóró, hívjátok, hogy szeretnétek, és egy könnyebb. Goyo uh, golyóálló mellényt vettem föl magamra, és ugye ami kevesebb protekciót is ad elméletileg. Na most, amit tapasztaltam, a fegyverkontroll lényegesen jobb volt, lehet, hogy azért mert nem egy pesengel lőttem, hanem már az MG5-tel, de azt vettem az észre, hogy az MG5 például hihetetlenül fölfelé visztök, mindig ilyen helyzetben, távolra nehéz volt lőni vele, de azzal volt a legnagyobb sikerélményem abból a szempontból, kicsit gyorsabban tudtam futni és a kontrollálni is a, a, lövéseket, és fogtam azt is, hogy a legkönnyebb páncerzatot is felvettem, és egyszerűen akkor vált ideálisá, mivel könnyebben tudtam mozogni, esetleg enemy hátába is tudtam kerülni, és valahogy úgy éreztem, hogy a különbség a nehézsúly golyóálló mellény és a legkönnyebb golyóálló mellény között számomra nem volt akkora Eh, nagy eh, különbség, hogy, hogy megérje fölvennem a legnehezebb golyóálló mellény. Szóval eh, itt még eh, egy-két dolog adódik, de azt kell mondjam, hogy, hogy lehet, hogy még nincs kész teljesen a, a, a rendszer, mivel hogy eh, azt vettem észre, hogy egyes fegyveralkatrészeknek van csak súlya. Uh, szóval nem mindennek van súly és azt hiszem, hogyha minden fegyveralkaszt résznek lenne súlya a játékban, akkor még jobban és még lényegesebben átalakulna a játék, és sokkal élvezetesebb is lenne a madolás, és sokkal precízebben kellene számolni és matekoz, hogy megtaláld a számodra legideálisabb súlyt és fegyver összeállítás kombinációt, ami megfelelő a te, te, sebességednek, a te célzásodnak, a te, hogy is mondjam, kontrollodnak az egérrel, hogy a visszarugást kezeljed a fegyvernél. Szóval, nem mindennek adtak súlyt, de a, a legtöbb dolognak igen. Még úgy érzem, hogy kezdetleges a rendszer, de egy nagyon jó úton lenne, hogyha mindennek adnának, minden fegyver alkatrésznek adnának uh, egy súlyt. Következő, amit kipróbáltam, ugye a, a submachine és az assault rifle-ok ugyanúgy nehéz, illetve könnyű uh, változatban, és azt vettem észre megint csak, hogy <coughs> a Asszot rifle hogyha nehéz súlyjal viszek mindent, nem annyira kifizetődő a játék, mint hogy legkönnyebb vagy közepes súlyjal vinnék mindent, és akkor sokkal, de sokkal kifizetődőbbé vált a játék. Könnyebb mozgással el tudtam érni, gyorsabban tudtam reagálni, és a lövések könnyebben, könnyebb kontrolláltak, tehát még távolra is, egy uh, submachine gunnal távolra is egy kicsit könnyebben tudtam lőni, mint hogy egy nagypapával, lassújjal című történetsel. Sokkal jobb volt a sikerélményem, és um, a játék élvezet is. Na most, ez, ez számomra csak egyet jelent, de lehet, hogy, hogy ti másképp érzitek, tehát hogy nekem kell ez a, kis, ez a kis Speed, nekem kell ez a kis sebesség a játékban, egy kicsit rásolósabb vagyok, és ott akarok lenni, meg akarom őket kerülni, mögé akarok lenni, és amint könnyítettem egy kicsit a súlyon, uh, már is jobban tudtam játszani azt a játékot, amit én jólnak éreztem magamnak. Viszont az észrevételeim nem csak rám korlátozottak ugyan, hanem azokra is, akik engem lelőttek, milyen fegyverrel voltak esetleg, milyen összeállításban. És azt vettem észre, hogy a jelenlegi meta a játékban az pontosan ez, ez a közép, könnyű, súly, illetve asszolt rifle Egy-két ritkán elvétes shotgun láttam. Tehát az assault rifle nagyon mennek ezzel a közepes vagy könnyű súlyjal, mert egyszerűen azokat a legkönnyebb kontrollálni. Továbbá az RPG metáját felfedezték, az emberkék, hogy milyen könnyel, könnyű le, könnyen lehet lőni az RPG-vel, majd leszoknak róla. Szóval egyelőre, mivel, hogy a, nem minden fegyver alkatrésznek van súlya egyelőre a játékban, és remélem majd a későbbiekben lesz, mivel egyelőre ez így áll, az emberek, mivel, hogy még nem nagyon tudnak célozni ebben a játékban, a legoptimálisabb és legkönnyebb megoldást választják, de ha ha egyszer bejön minden alkatrészre súly, akkor nagyban átalakítja a játékot és a metát az egészben. Na, srácok, remélem, hogy egy kicsit több ilyen uh, adatot tudtam adni a a kapcsolatban. Térjünk rá egy kicsit a. Uh, járművekre. Járművekből mindenféle megtalálható, ugyanúgy a Battlefield 4-ben is. Szóval uh, vannak ugyanúgy tankok, vannak ugyanúgy uh, lav vagy vagyis UPC-k, vagy hívjátok, ahogy akarjátok. Tehát a, a lavok -ok ugyanúgy megvannak, mint BF4-ben. És uh, mivel hogy egy városi környezetben harcolunk egyelőre, túl sok esélyük nincsen, mivel nagyon-nagyon gyorsan szétszedik őket ahhoz képest. De ha ügyesen játszol, akkor lehetőséget nyílik egy pár kilt szedni. Úgy gondolom, hogy ez egy fair dolog, uh, hogy ne legyenek OP-k a tankok, egy jó pár rakétát bele kell eresztenek az tény és való, de városi környezet révén, hogy mindegyik városban játszódik, nem túl sok esélyük van a tankoknak, és ez, ez számomra így van rendben. Nem ültem sokat tankban, nem is annyira kívánkozom, hogy őszinte legyek, de minden tankot, minden járművet killstrikek által uh, szerezhetsz meg. Játssz a játékkal, foglalj pontot, őj enemit, és gyűjtöd a pontokat, és pontgyűjtéssel uh, megszerezheted ezeket a járműveket. De jesszus Mária, hogy mennyi beállított beállítási lehetőség van a járművekre. Egyszerűen nem fogjátok tudni eldönteni, hogy mi legyen a jó megoldás arra az adott killstreakre, mivel hogy, hogy egyszerűen rengeteg opciót van, rengeteg opció van, mindenféle helyzetre be tudsz állítani a tankok közül, hogy milyen védelme legyen, milyen golyója legyen, milyen golyója legyen a, 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 gépfegyverének a tankon, hányan férjenek el benne, blablabla, blabla bla. szóval rengeteg, rengeteg opciót lehet beállítani, ami amúgy kurva jó, és ez egy nagyon pozitív dolog. A bf 4 es képest sehol sincs, ott csak vannak járművek a évele a boldog, beállíthatsz abszel, szabott izé, de itt nem négy-öt fajta golyót beállíthatsz tankra, különböző páncélzatot beállíthatsz tankra, különböző eltereléseket beállíthatsz. Úristen, nagyon-nagyon sok uh, opció van ahhoz képest, hogy csak egy ilyen megszerezhető killstreakről beszélünk, szóval vagyis point streakről pontokat kell gyűjteni. Uh, nem egy, nem egy rossz dolog. Mondom, kicsit macera a játék a pályaszerkezetek, illetve a városias környezet miatt. Ennyi, ennyit lehet róla elmondani, de amúgy minden jármű mi benne van, ami a BF4-be is, leszámítva a helikoptereket, bocsánat, helikopterek még nincsenek benne. De ki tudja, lehet, hogy lesz. Na! Pályaszerkezetek, hölgyeim és uraim! Tehát egyelőre csak három pálya alapján tudok nyilatkozni, mert három pálya van a játékban. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyik egy hatalmas. Uh, kör alak, tehát mondhatni egy ilyen árkádos, de az túlzás lenne, mert annyira nem árkád. Ebben a kör alakban mondhatni három fő útvonal van, amiből a középső útvonal, ahogy vettem észre a legtöbb pályánál, épületeken keresztül vezet. Tehát a középső útvonal épületeken keresztül vezet, ahol többnyire clusterfuck történne, de nem történik olyan szinten, mint a Battlefield 4-ben. Annyira nincs, nincs sok gránát, az emberek óvatosabbak, lassúbbak, a játék kicsit lassú mint BF4-ben, és megfontoltabbnak kell lenni, mivel hogy nagyon gyorsan halsz, és időd reagálni olyan szinten nincsen, mint BF4-ben. A két szélső útvonal általában ezeken a pályákon, ebből az egyik szélső útvonal, többnyire, ahogy vettem észre a három pálya alapján, az egyik nyitottabb, különböző fedezékekkel, mondjuk kráterek a földben, és ilyen elszórt ilyen tankakadályok, és a többi, nem tudom, ilyen ammókrétek, tehát megvannak a fedezékek, ahogy van. A másik szélső útvonal az aféle féle rendszerre, folyosó rendszeren visz keresztül, és többnyire egy ilyen hátba kerülős részleget foglal magában. Szóval olyan okosan osztották el a pályát, hogy őszinte legyek, ezt a három pályát legalábbis, hogy hogy mindenki megtalálja a, amit szeret, szóval ha sniperes vagy, akkor megvan a, a lehetőséget, hogy behúzódj a pályának azon részére, ahol egy kicsit nyíltabb a terep, és az emberek óvatlanul átfutnak ha kerülős vagy, hátba kerülős vagy, akkor megvan az egyik szélső útvonalon euh, az opciót, hogy hátba kerüld az enemit, és hogyha szereted a clusterfuckot akkor a középső útvonal, ami ugye ilyen belső házakon keresztül vezet euh, többnyire át ahogy néztem ezeken a pályákon, arra az opciót is kiszolgál. Szóval nem, hogy őszinte hallottam jót is, rosszat is a, pályákról, hogy annyira nem jók szerkezetileg. Én úgy gondolom, hogy jók, és itt is kiütközik a készítőknek a tapasztalata a súterekben, és hogy játszottak ezek már egy pár sútert, és a pálya szerkezetek igazából úgy vannak összerakva. És azért is említettem a videó elején, hogy ne fuss, Uh, csak akkor, amikor nagyon muszáj, mert a szerkezet úgy van megoldva, hogy ha, ha, ha óvatlan vagy, nem fogod észrevenni a, az enemét, és nagyon meg kell gondold, mielőtt kijössz a fedezékedből, hogy átfuss a másikba, hogy a megfelelő időpontba futsz át. Szóval behúzódsz a fedezékbe, körbenézel, óvatosan megnézed, és ki kell konkrétan végig kell gondolod azt, hogy ugye egy nagy conquestet játszunk ezeken a pályákon, és ki kell gondold azt, hogyha az enemy elfoglalta azt a pontot és azt a pontot, akkor melyek azok a pontok, onnan a legsűrűbben fordulhatnak enemik, és kétszer is meg kell nézd azokat a pontokat, hogy nem eljön az enemi, és mikor van lehetőséged átfutni, mert ha nem, akkor azonnal elkapnak konkrétan. Szóval óvatossággal lehet nyerni ezt a játékot, és hogyha megvan benned az a taktikai elem, hogy végig gondolod és türelmes vagy, a játéknál, vagy épp gyorsan cselekszel, amikor szükség van rá, akkor nagyon jól meg fogod találni az összhangot ezzel a játékkal, illetve ezekkel a pályákkal. Srácok, ennyi, lettek, ennyi, ennyi lett volna. Kemény, lassan 20 perc. Elbeszéltem keményebb taktikai, technikai adatokat erről a játékról. Remélem, hogy tudtam segíteni legalább egy kicsit, és megtaláltátok a számításokat benne. Őszintén megint, megint csak mondom, hogy élvezem a játékot, elég, elég, elég jó a játék, meglepő, hogy ennyire uh, meg tudod fogni, hogy őszinte Ritkosság megint csak egy ilyen fasz a játék. Tényleg jó úton van, de vál, még sok fejlesztés áll úton, és ezek az apró kis dolgok, amit említettem, hogy minden fegyverakatésznek adjanak súlyt, ezáltal több lehetőséget kapunk modolásra, hogy hogy csináljuk a fegyverekkel és a súlyjal, és több ember még jobban személyre és testre szabhatná a saját játékstílusát. Remélem, hogy a jövőben ez uh, benne lesz a pakliban. Srácok, köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot, Discord szervünk bárki számára elérhető, a tapasztalatokat a játékkal kapcsolatban itt a videó alatt le is írhatjátok, vagy elküldhetitek Facebookon egy üzenetben. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!